Nem minden nap adatik meg a lehetőség, hogy egy néhány diák parlamenti képviselővel tudjon interjút készíteni. A Váci PR média csapata ezt tette, nem mással, mint az Országházban. Mint tudjátok, 25 éves a Váci Pirisztő Gimnázium. Eljöttünk a parlamenthez, hogy beszélgessünk Pallik Istvánnal, aki országgyűlési képviselő és 2000-ben érettségizett a Váci Pirisztő Gimnázium. You stripped your love down to the wire. Pallik István képviselő úr nagy örömmel fogadott minket, aki miközben üdvözölt, egy élő telefonos interjút is adott, míg az interjú helyszínére mentünk. A Váci Pirisztő Gimnáziumban töltött iskolai éveiről kérdeztük, elsősorban, hogy milyenek is voltak ezek a diák évek. Ha röviden akarom mondani, azt mondom, hogy szuper, tehát nekem az életem egyik legszebb 4 éve volt, én nagyon élveztem a ottani gimnáziumi éveket. Sok olyan diák van, aki úgy jelentkezik hozzánk, hogy már egy-két rokona, testvére piarista diák volt. Nálunk ez már családi hagyomány volt, hogy a piarista gimnáziumba fogok járni. Ebből a szempontból nem volt egy szabad döntés, mert nekem édesapám is piarista gimnáziumba járt, ugye nem a Váciba, mert arra nem volt lehetőség a kommunizmus alatt, hanem ő a budapesti piaristákhoz járt. És amikor mi kiköltöztünk ide Dunakanyarba, ugye Nagymaroson nőttem fel, és hát befejeztem ott az általános iskolát, akkor az igazság a kérdésem volt, hogy én hol fogom folytatni a tanulmányaimat. És az én személyes ilyen első benyomásom is egyébként kifejezetten jó volt. Annak ellenére, hogy tudtam, hogy oda fogok járni, ez nem is volt kérdés, de amikor elmentünk egy ilyen felvételi beszélgetésre, nem tudom, hogy ma még van-e ilyen, de nálunk akkor volt, hogy mindenkivel az iskola vezetői, tanárai tartottak egy ilyen kis rövid beszélgetést, ami nem a tárgyi tudásunkat vette figyelembe, nem arra volt kíváncsi, nem arra, hogy milyen emberek vagyunk. Utólag egyébként visszagondolva ez egy nagyon helyes és bölcs gyakorlat. Éppen ezért remélem, hogy ez még most is él. No, de szóval akkor is nagyon jó benyomást szereztem én ott az iskoláról, ami természetesen megerősödött a ott töltött éveim alatt. Én egy nagyon jó osztályba tartozhattam, ami nem csak egy osztály volt, hanem tényleg egy igazi közösség is, a PR klubot, amit ti ismertek, azt is az egyik osztálytársunk működteti, van öreg diák foci, azt is az én egyik osztálytársam, Mikesi Árpi hozza össze hétről hétre, de a lényeg, hogy tényleg egy nagyon jó közösség volt, és mi nagyon jól éreztük magunkat abban a 4 évben, amíg oda jártunk. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen meghatározó pillanatokra emlékszik vissza a diák éveiből. Ez egyik, amikor vége lett, értelemszerűen. Bár ugye, amikor vége van a gimnázium éveknek, az ember akkor előre tekint, tehát még nem tudta, hogy hiányozni fog neki a gimnázium, mert izgalommal tekint a jövőbe, egyetemre, főiskolára mentek az emberek. Mi osztályunknak is a legtöbb tagja az egyetemre, főiskolára ment tovább. De ha időrendi sorrendbe akarok menni, akkor nyilvánvalóan hát az első év, meg ott az első órák azok meghatározók voltak, amikor úgy kialakult a mi közösségünk, de egyébként a mi osztályunk az tényleg elég gyorsan közösségé vált, szóval voltak közös témák, foci, meg kedvenc foci csapat, és akkor így rögtön összehozta a társaságot, meg voltak ismerettségek is azért már a gimnázium előttről is. Aztán nekem személyesen a második év volt egy meghatározónak is az első fél éve, mert akkor nem sikerült abszolválnom a matematikai dolgozatokat, így Verep tanár úr úgy gondolta, hogy elégtelenre minősíti az ilyen matematika tudásomat, nem alaptalan módon egyébként, de aztán utána belehúztam, és akkor sikerült fölküzdenem magamat. Aztán meghatározó volt, hogy nekünk sajnos szerencsére két osztályfőnökünk is volt, mert Verep tanár úr, aki akkor igazgató helyettese volt a gimnáziumnak, ő volt az osztályfőnökünk, de őt a rendtartomány más szolgálatra hívta, ezért harmadik évig, tehát pont nem tudott
velünk együtt elballagni a gimnáziumból, hanem neki idő előtt kellett elmennie. Ezért nekünk harmadikban meg kellett válnunk tőle. És sok vitánk volt vele, de azért mégiscsak szerettük, mint osztályfőnökünket, úgyhogy az nem volt egy egyszerű, tehát olyan fontos momentum volt a osztályközösség életében. De hát szerencsénkre viszont egy nagyon jó osztályfőnököt kaptunk, Endre Filóránt személyben, akit én személyesen is igen kedveltem és nagyra tartottam. Úgyhogy ez volt még egy ilyen lényeges momentum. Hát meg voltak ilyen kisebb, személyes kis húzásaink, az szerintem minden fiatalember életében van ilyen, hogy lógtunk el harmadik végén a Betlen Dávid barátommal, meg Mikes Járpival, és akkor miért kaptunk érte osztályfőnöki. Szóval voltak ilyen szép pillanatok, de hát utólag tényleg ezek már az ilyen kellemes kis vicces-sztori kategóriájába sorolhatóak. Tudom, hogy ma már nem természetes, de ugye nálunk még csak fiúosztályok voltak, tehát nálunk nem voltak lányok. És hát itt azért az első ilyen férfi szár próbálgatások azért ezek az osztálytalálkozók, vagy osztálykirándulásokon zajlottak le, amit néha, hogy mondjam, határozottabban le kellett verni az éppen aktuális osztályfőnökünknek, úgyhogy voltak ebből jó kis ilyen osztálykirándulás estén ilyen lelkizések, hogy mit miért csináltunk, és mit nem szabadott volna csinálni, amit csináltunk, de alapvetően tényleg ezek nagy élmények voltak. Emlékezetes tanárok tanítanak és tanítottak nálunk. Pinke Józsi bácsi, aki a történelem, illetve a földrajzot tanította nekünk, őt kifejezetten kedveltem, egy nagyon színes figura volt, jókat lehetett vele beszélgetni a történelem tárgykörén túl is például, de Nemes Gyuri atyát is ki kell emelni, őt is nagyon kedveltük. És hát mondom, én kifejezetten jó viszonyban voltam Endrefi Lóri tanárúrral, aki ugye a testnevelő tanárunk volt, aztán pedig osztályfőnökünké vált. Úgyhogy én nem tantárgyakat kedveltem, hanem inkább tanárokat is szerettem velük beszélgetni. Gyakran van úgy, hogy az iskola szellemisége segíti a diákok hivatás választását. Ami töbletet ad a Piarista Gimnázium, az nem csupán az, hogy megtanítanak bennünket a matematikai ismeretekre, vagy megtanítanak bennünket a magyar történelemre, vagy a kémia alapvető szabályra, hanem tényleg itt egy olyan erkölcsi nevelést kapunk, amelyet én a legfontosabbnak tartok, arra tanít meg a Piarista Gimnázium, és azt gondolom, hogy ezzel nem minden gimnázium büszkékedhet, és ezért vagyunk mi különlegesen büszkék arra, hogy piaristák lehetünk, és amikor két piarista összetalálkozik, és csak annyit mondunk, hogy te is piarista voltál, akkor rögtön tudjuk egymást hova tenni. Most mindez azért van, mert én úgy gondolom, hogy a Piarista Gimnázium az megtanított bennünket arra, hogy keressük a helyeset, meg az igazat, meg a jót, és meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól. És azt gondolom, hogy ez a célja a nevelésnek, ezért nem csak oktatnak, hanem nevelnek is a gimnáziumba. És az én mostani munkámban országgyűlési képviselőként nekem éppen ez a feladatom, hogy azt nézzem, hogy mi a jó és mi a helyes Magyarország számára, a magyar emberek számára. Én azokat az értékeket próbálom képviselni, azt a keresztény értékrendet próbálom képviselni itt, ugye kereszténydemokrata néppártnak vagyok az országgyűlési képviselője, amelyet én a piaristáktól kaptam. Én emlékszem, hogy amikor voltak ezek az ilyen elbeszélgetések a felvételikor, akkor ki kell tölteni egy papírt, amiben én alapvető információk voltak benne, de volt egy olyan kérdés, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel. És akkor én emlékszem, hogy azt írtam be, hogy politikus vagy közgazdász. Most a matematikával kapcsolatos viszonyomat már ismertétek, úgyhogy ebből a szempontból a közgáz kiesett, és hát úgy látszik, hogy megmaradt a politika. Én ezt a hivatást kifejezetten szeretem, szeretek a hazámért dolgozni, szeretem Magyarországot, azt szeretném, hogy minden magyar ember jól élhessen és büszke lehessen a saját országára. Én mindenkinek csak ilyen munkát kívánok, mint amilyen nekem van. De lássuk, 16 évvel az érettségi után mit üzen Hollik István a mai váci piaristáknak? Hát az, hogy élvezzék ki a gimnáziumi éveket, és még akkor is, hogyha úgy gondolják, hogy a tanáraik csupa butaságot mondanak nekik,
higgyék el, hogy a tanárok csak az ő érdekeiket nézik, és olyan fontos dolgokra tanítják meg a Pinista gimnáziumban az odajáró diákokat, amit a későbbi életükben nélkülözhetetlennek fognak nevezni. Úgyhogy élvezzék ki a gimnáziumi éveket, és becsüljék meg az ott a gimnázium falain belül töltött éveket, mert tényleg egy egyedi és kivételes alkalom. És ami másik, szerintem nagyon fontos, hogy becsüljék meg azt a közösséget, amelyet a Piarista gimnázium egyébként a nevelési szellemével, tényleg nem csak egy oktatási intézményként működve, nem csak osztályokat, hanem osztályközösségeket is létrehoz. Szóval becsüljék ezt meg, nagyon fontosak az emberi kapcsolatok a mai világban, és én úgy gondolom, hogy a Piarista gimnáziumban eltöltött évek ebből a szempontból is igen értékesek. Ennyi lett volna az első 25 éves jubileumi interjúm. A képviselő úr, öreg diáktársunk, lekísér a kijáratig, majd elbúcsúzunk. Társam Bertalék, végeztünk az interjúval. Köszönjük Hollik Istvánnak a lehetőséget. Ez volt a PR Média első interjúja. Tartsatok velünk legközelebb is! I see you behind those tired eyes. Now as you wade through the shadows.